Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az a Légyzsef. A hatodik küldetés negyedik része következik most. Hatodik küldetés Szent Petersburg, negyedik rész a Depot, 0-0-ás ügynök nehézségi szinten. Feladatok. Pusztítsam el az illegális fegyvereket, pusztítsam el a számítógép hálózatot, szerezzem meg a safe kulcsát, szerezzem meg a helikopter nyomtatványait, tervrajzait, és találjam meg Trevelyannek a vonatját. Háttértörténet. Janus bázis Szent Petersburgban volt a sínek mellett. Valami? A vezér innen koordinálja az illegális kereskedéseket. Emleírása. Kígyók verme ez 007-es. Nagyon örülnék neki, hogyha vissza tudnád szerezni a nyomtatványokat a lopakodó helikopter módosított verziójáról. Úgy hisszük, hogy Oromov elvitte Natáliát Trevelyannak a vonatjára. Azon a vonaton kell lenned, amikor elindul. Kuleírása. Elég szofisztikált számítógép hálózatot rejtettek el valahol a bázison 007-es. Légy jó kisfiú és pusztítsd el azokat. Ó, és ne felejtsd el felrobbantani Janusnak a fegyvereit se. Sajnálom, hogy nem lehetek ott, hogy élvezzem a tűzi játékot veled. Money Penny, ne késd le a vonatod a James. Nem fogom. Már minden én vagyok James, de nem fogom. Hú, milyen sejtelmes a zene. Nagyon tetszik. Oké, okay, a PP7 fegyverünkkel vagyunk. Hangtompító nélkül. Hú, van valaki. No. Mi volt nála? D5K Dodge nevű pisztoly, vagyis fegyver. Na, és ez van a mentére. Hú, ott van mögötte még egy. Oké. Meg vagyunk, na, akkor haladjunk itt. Vagyunk a bázison. Különböző ilyen épületeket találhatunk. Abba a raktárba kell bemenni, amelyikben vannak egyrészt a számítógépek, másrészt a másikban meg lesznek majd fegyverek, amiket el kell majd pusztítani. De már jönnek is utána, gyorsan ezt zárjuk be. Hehehe, nem kapnak el most. Na most legyünk óvatosak. Hopp. Oké, megvan. Ezt már nincsenek itt viszont. Van egy kis gond. Ott van egy löveg a sarokba. És ez könnyen eltalálhat. És kiiktathat. Habár innen éppen, hogy eltalálom. Lehetne. Ha most. Ez az jó. Sikerült. Van itt még valaki. Ha-ho. Meg is vagy. Rendben. Amit még itt találunk, az egy kulcs. Ott van az asztalon. Ez a szép kulcs. Egyébként pedig ezeket kell elpusztítani. Egyik, másik, illetve majd itt a gépeket. De úgy tűnik nem, az összes gépet, nem csak azt a nagy monitort, és így a B feladat teljesítve. Ho-ho-ho-ho. Várnak ott engem. Na jó, váltsunk át. Nem, maradjunk mi a kis pisztolynál. Oké. Okay. Elég lesz az ide még szerintem. Oké. Okay. Hú. A kettő is van. Óvatosan, hűha. Hajoljunk ki. Hol lezáródik. Pedig valahogy ki kell ezt innen menni. Nem tévedek, még hárman lesznek ott. Mármint hárman vannak és még ketten. Hú, az izgalmas. Megpróbálok oda elszaladni. Oké. Okay. Egyszerre kettőre ne nézzek, csak egyre. Jó. Ez az meg lesz. Jó, mehetünk. Akkor a következő raktár, ahol menni kell, az ez lesz. Ez ilyen sárgás színű. Oké, zárjuk is le. Azonnal, hogy ne jöjjenek be. Na, nézzünk ki. Hoppa. Oké, még valaki. Odafent. De még lent is van valaki, jól van. Közben pedig itt lesznek majd fegyverek. Ó, oh, te még ott élsz? Ja, nem, jó. Itt vannak a fegyverek, ezeket egyrészt elvehetjük, másrészt meg ezeket fel kell majd robbantani. Ami érdekességet itt találtunk, az egy rakétavető. Itt van. És itt vannak hozzá olyan rakétafejek. Meg itt vannak ilyen aknák is. De mi, hogy ezeket felrobbantjuk,
fel kell ide jönnünk, és itt mondjuk elindítjuk ott a tűzi játékot, és felrobban az egész. Ezért itt is kezdjük el, mint a dominó. Egymás után robban fel mindegyik, nem? Hát úgy tűnik nem. Közbeszóltam. Még az a kettő maradt. Jó, ám feladat teljesítve, nagyszerű. Nézzük, megint jöttek itt. Hogyha jöttek, ha nem jöttek, én ezt nem tudom. Azt viszont tudom, hogy oda dobok nekik egy olyan knát, ami majd felrobban. Közben elhozom ezt a beefcake-t. Hogyha ott kint volt valaki, az nem biztos annyi. Ezért megnézzük, nem most sehol senki. Futás, gyorsan. Itt a kerítésen túl kell haladnunk. És ebbe a szürke épületbe kell bejönni. Ugye fent lesz majd az a szép, amit ki kell nyitnunk. Pontosan itt, a szép kulcsát már elhoztuk, hogy ezt ki tudjuk nyitni. És akkor itt vannak azok a tervrajzok. Elvetjük, ez a D feladat volt, amit teljesítettünk. Most pedig akkor menjünk ide, ebbe a vonatba gyorsan. Oké, bejöttünk. Szép volt. Wow, azt a bandúr. Oké, tehát ez volt a hatodik küldetés negyedik része. Teljesítettük az összes feladatot. 5 perc 18 másodperc alatt. Mivel most felszálltunk a vonatra, a következő rész pontot fog játszódni, de az majd a következő videóban láthatjátok. Találkozunk legközelebb.